Amikor keresztelő János eljött, az ő üzenete az volt, hogy elközelgetett Isten királysága, és kiküldte a tanítványokat, Jézus is, és mondta, hogy hirdessétek, hogy elközelgetett Isten királysága. És ezekről beszél Jézus, hogy eljött közétek Isten királysága, és veletek van, közöttetek van, és mindezeket az üzeneteket hirdeti, ami a királyságról szóló üzenetek. Hiszem, hogy abban az időben Izrael gyermekei, akik ezeken a területeken éltek, tudták ezt pontosan jól, hiszen ez egy profétai reménység volt, ami hozzájuk tartozott, hogy el fog jönni egy örökké való király, egy örökké való királysággal, és közöttük fog uralkodni, és ilyen profétai dolgok adódtak, mindazok által, a proféták által, akár kis vagy nagyobb proféták voltak, és az ő elképzelésük az volt, hogy szabaddá teszi majd ez a király őket, mindazoktól, az elnyomóktól, akik elnyomták őket. Hányan emlékeztek, hogy minden proféta, akik ezeket profétálták, azt mondták, hogy nem lesz többé könyv, és a legkisebbtől a nagyobbig mind meg fogjátok majd őt ismerni, fel fogjátok őt ismerni, és mindezek a proféciák ott álltak előttük, mi alatt fölnőttek, és szinte emlékeztetve voltak újra és újra ezekre a dolgokra, és ugye rómaiak uralták abban az időben Izraelt, és szinte rabszolgaságra kényszerítették őket, és mindezek az ígéretek ott voltak előttük, és keresztelő János azt mondta, hogy készítsétek az Úr útját, és amikor pedig Jézus már eljött, azt mondta, hogy itt van a királyság, elközelgetett Isten királysága. És nem csak ezeket a szavakat mondja ki Jézus, hanem demonstrálta is a cselekedetei által, hogy elközelgetett Isten királysága. Kiküldi a tanítványait, és azt mondja nekik, hogy hirdessétek, elközelgetett Isten királysága, betegeket gyógyítsatok meg, poklopsokat tisztítsatok, halottakat támasztatok fel, és ördögöket űzzetek. Így van. És ezeket a dolgokat kimentek, és cselekedték, és csodálkoztak, hogy amiket cselekszünk, megtörténnek rajtunk keresztül is ezek a csodák. És mindezek a dolgok a mennyről szólnak. Ez mind az a mennynek a valóságáról, az életéről szól. A menny királyságáról szól. És szeretném nektek megmutatni, vagy igazából elmagyarázni azt, amit nemrégiben én a mennyről láttam. Kezdjük ott, hogy elmentünk egy konferenciára British Columbia, Kanadában. Egy nyitott menny konferencia volt 3 évvel ezelőtt, és imádkoztak ott, értem, ezen a konferencián, és úgy éreztem, hogy jó dolgok történtek, de túl sok mindent nem láttam egészen addig, amíg el nem jöttünk a konferenciáról, és mikor kijöttünk a konferencia teremből, szinte sorozatában Isten elkezdett vezetni bennünket. Nem tudom, hogy van-e időnk, hogy a teljes történetet elmondjam, de nagyon csodálatos volt. Las Vegasból 5-en mentünk együtt egy autóban, és egy olyan látomásunk volt, hogy mind az 5-ünk kapott látomást, és akik ott ültünk az autóban, nagyon ugyanabban a pillanatban nagyon hasonlatos volt mindez, amit láttunk, de volt néhány különbség. Az egyik hölgy, vagy lány, aki velünk volt, ő egy tavat látott, a másikuk egy erdőt látott, hárman pedig egy parkot láttunk. Szóval, ahogy vezettünk BC-ből egész Seattle felé, és láttunk ott egy kiáratot, és az volt a kiárat neve Tavas Erdő Park. Ránéztem erre az kiáratra, és azt mondtam, ez a mi kiáratunk. Szóval fogalmunk se volt arról, hogy hová tartunk, Isten szelleme vezetett bennünket, de ezen a kiáraton kimentünk, és mind az 5-ünkhöz beszélt Isten, forduljatok balra. És az elkövetkező 45 percen keresztül mindannyian ugyanazokat az instrukciókat hallottuk a mennyből, hogy hogyan vezet bennünket Isten, hogy hová menjünk és hogyan. Nem volt nálunk térkép, semmit nem is tudtunk megnézni, fogalmunk se volt róla, hogy hová megyünk, csak láttuk ezeket a jelzéseket, hogy egy erdőhöz közeledünk, és ott van egy tó is, és az Úr szólt egyszer csak, hogy lassítsatok le, és nézzetek balra. És ahogy lelassítottunk, balra néztünk, láttuk egy pici kis jelzést, hogy itt van a park bejárat.
Szóval leparkoltunk, bementünk a parkba, és mind az öten különböző helyekre mentünk, hogy az Úr jelenlétét megtapasztaljuk. Körülbelül 6 óránk volt még a repülő indulásáig, és én fölmásztam egy szikla hasábra, és kifeküdtem, és azt mondtam az Úrnak, hogy felajánlom magam a te kezedben, mint egy élő áldozat, és ott feküdtem, és éreztem, ahogy hullámokban jön Isten szellemének a jelenléterem, és olyan dolgokat éreztem és tapasztaltam, hogy teljesen kiélesedtek a szellemi érzékeim, és világosan hallottam, mint az Úr szólt hozzám, amikor hazamész, azt akarom, hogy vegyél egy sátrat, és azt akarom, hogy ott találkozz velem ebben a sátorban, és helyre állítom neked a sátoros ünnepet. Nem tudom, hogy valaki tudja, hogy mit jelent ez a sátoros ünnep, de amikor ugye jöttek az izraeliek, és ilyen sátrakat építettek a házukon kívül, és ez jelképezte azt, hogy Istennel találkoznak az emberek, és együtt vannak közösségben, és azt jelképezte, hogy Isten az emberrel együtt lakik. Szóval hallottam, hogy Isten szólt, hogy vegyem meg ezt a sátrat, szóval ott töltöttem néhány órát, és az Úrral voltam nagyon közeli kapcsolatban. És az egyik olyan dolog, amiről az Úr beszélt nekem, de mindjárt elmondom majd ezt is, tehát tulajdonképpen hazaértünk a városunkba, elmentem Walmartba, egy olyan üzletbe, ami egész éjszaka nyitva volt, és megvettem ezt a sátrat, és elkezdtem felállítani a nappalinkban. Feleségem lejött, és néz rám, hogy hát nem kint, odakint kellene fölvenni ezt a sátrat. De hát, hogyha ismeritek, hogy milyen az időjárás nyáron Las Vegasban, mennyire nagy hőség van, akkor tudjátok, hogy miért odabent a nappaliban állítottam fel ezt a sátrat. Szóval azt mondtam, hogy Isten szólt hozzám, és az ő jelenlétében időzni fogok vele ebben a sátorban, és a feleségem nagyon kedves volt, kezelte a telefonhívásaimat, és mindenkinek elmondta, hogy most nem tudok velük beszélni, mert az Úrral vagyok. És ahogy bementem a sátorba, lecsuktam a szemem, Isten szelleme elragadott engem, és elkezdtem belelátni a menny valóságába. Testben tudtam, hogy ott vagyok a sátorban, de szellemben beleláttam a menny valóságaiba. És az egyik olyan dolog, amire nagyon figyelmes lettem, és teljesen elképedtem, ahogy a menny utcáin jártam, nagyon világosan láttam ezeket a dolgokat, egy nagyon tiszta, világos látás volt ez. Én úgy érzem, hogy nem csak szimbolikus vagy képviseleti látások voltak ezek, hanem a mennynek a valóságos dolgait láttam, és amint ott jártam, és ránéztem a menny utcáira, kövek voltak mindkét oldalról, és a kövek néztek rám, és azt mondtam magamban, kövek szemekkel, hát mi ez? És az Úr szólt hozzám, hogy minden a mennyben él, élő dolgokból vannak a dolgok, ezért mondja Lukács 19:40-ben, hogy a kövek fognak kiáltani, ha ti nem, és hogy a fák is tapsolnak az ő lombjaikkal, és az Úr elkezdett hozzám beszélni. Ahogy az én gyülekezetem, az egyházam egyre több időt tölt velem ott a mennyben, egyszerűen átitatódnak a menny életével, és ez meg fogja változtatni az egész gyülekezetet. Szóval elkezdtem elhinni, hogy Istennek célja van ezekkel a napokkal, ezekkel az időkkel, azt akarja, hogy felfigyeljünk arra, hogy mi is történik a mennyben, és teljesen egybevág mindazokkal a dolgokkal, amiket az ige tanít, és nem is láttam ennek fényében még korábban. Hányan emlékeztek arra a történetre, mikor Jézus Nikodémussal beszél? Annyira sok része van ennek a történetnek, amik a mennyre mutatnak, és nem is láttam egyszerűen. Az egyetlen dolog, amit ebből az igéből elvettem korábban, az az, hogy meg kell térnünk, és újjá kell születnünk. De azt mondja a János 3:3, hogy ha újjá nem születünk, nem láthatjuk meg Isten királyságát. És itt nem csak arról szól, hogy most újjá kell születnünk, hanem hogy meg kell látnunk Isten királyságát. Hogyha víztől és szellemtől nem születünk újjá, nem mehetünk be Isten királyságába az 5. vers szerint. Szóval ez arról szól, hogy Isten királyságába be kell, hogy lépjünk, be kell, hogy menjünk. Szóval ez nem csak arra az időszakra vonatkozik, amikor majd viszlát már eltávozunk, és ott leszünk fent a mennyben,
Nem, ez nem egy jövőre mutatkozó időben lesz meg. Ez nem egy jövőre való előremutatás, hanem arra hívja el Isten az ő gyülekezetét, az ő egyházát, hogy már most a mennyből megkapjunk olyan kijelentéseket, amik onnan származnak. És amikor ezt láttam, Nikodémusnak beszél Jézus, ahogy tovább mondja az igét, tovább beszél, a 8-as versben azt mondja, a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született. Csak gondolj ebbe bele, én soha nem olvastam ennek fényében ezt az igét. Úgy gondoltam mindig, hogy ez a Szent Szellemről beszél, de az Úr megmutatta nekem, hogy ez az ige rólam szól, azt mondta az Úr, ez rólad szól ez az ige. Ó, elkezdtem gondolkodni, és azon gondolkodtam, hogy arra teremtett Isten engem, hogy repüljek, és mégis földhöz ragadott vagyok. Ha Isten arra teremtett, hogy szellemben olyan legyek, mint a szél, ami ide és oda fúj, és nem tudják, hogy honnan jövök, hová megyek, akkor jöttem rá, hogy azok a hölgyek, akik a Starbucks kávézóban hallanak engem, azért vannak teljesen ledöbbenve, mert így repülök szellemben, és fogalmuk sincs, honnan jövök és hová megyek. Egyszerűen csak látok mennyből jövő dolgokat, és azokat mondom. Isten azt akarja, hogy ha újjászületünk, ott repüljünk a mennyben, és belelássunk a mennyben, és a mennynek a gazdagságába, és mindaz, ami a mennyben van, és legyünk olyanok, mint a szél, és nem pedig olyan, mint a föld. Tehát Isten el akar bennünket ragadni, és mutatni akar nekünk dolgokat, és azt akarja, hogy megragadjon bennünket. És most Jézus mond egy olyan dolgot, ami teljesen túllép minden elképzelésemen, hiszen soha nem láttam ennek fényében korábban ezt az igét. Köszönöm, Uram. Még mindig ugyanennél az igeversnél, igénél vagyunk, János 3-nál. Tizenkettedik vers. Jézus nagyon vicces. Hiszen azt mondja a 12-es versben, ha földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, nem is fedeztem föl, hogy Isten, vagy Jézus földiekről beszél. B. Azt mondja, még mindig csak földiekről beszél, mert azt akarja, hogy felfedezzük azt, hogy nem akkor, amikor már meghalunk testben, akkor lássuk, hogy a mennybe megyünk. Ezek földi dolgok csupán. Fel tudjátok ezt fogni? Ezek nem csak mennyei dolgok, amikről itt beszélnek, ezek földi dolgok, az, hogy itt a Földön szellemben járjunk. És azt mondja utána, mi módon hisztek akkor, ha mennyeiekről szólok nektek? Úgy gondolta Jézus, nem most aztán teljesen minden elképzelésedet felül fogom múlni. 13-as vers, senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Oké? Okay. Szóval figyeljetek most erre. Jézus mikor ment fel a mennybe? Ez egy jó kérdés, és ezt a kérdést tettem fel én is magamban, amikor olvastam ezt az igét. Hát Jézus mikor ment fel a mennybe? Úgy gondoltam, hát miután föltámadt. De van itt egy kis probléma. A probléma pedig az, hogy Nikodémushoz, amikor beszél Jézus, ez a szolgálata kezdetén volt, és a múltban használja, hogy a felment a mennybe, ez múlt időben van. És azt mondtam, várjunk csak egy pillanatra. Hogy is van ez a dolog? Föllapoztam a görög fordítás Bibliát, gondoltam magamban, lehet rosszul fordították ezt le. És aztán elkezdtem azon gondolkodni, hát hogy tudom megérteni ezt az igét? Jézus még ott volt a szolgálata kezdetén, Nikodémushoz beszél, és már múlt időben használja, hogy ő már felment a mennybe. Szóval akkor hány mennybe menetelről van itt szó? Mert ahhoz, hogy megértsük ezt az igét, úgy, ahogy ez meg lett írva itt a Bibliában, vagy a Biblia rossz, vagy pedig
Egyszerűen meg kell értenünk, hogy nem csak egy mennyben menetelről van szó. És én úgy gondolom, hogy nem testben való elragadtatásról beszél, hogy nem testben ment a mennybe Jézus, hanem ez egy szellemi mennybe menetelről beszél. És azt mondta Nikodémusnak, hogy én a mennyben vagyok, ez jelen időben, én most a mennyben vagyok. Biztos Nikodémus megvakarta a fejét, és azt mondta, hogy de hát látlak, itt vagy Jeruzsálemben, és Jézus azt mondta volna, igen, itt vagyok, de mégis a mennyben vagyok. Ez az igevers csak így önmagában meg kell, hogy változtassa a mennyről való képedet, vagy elképzelésedet, az, ahogy tekintesz a mennyre, mert a menny az nem egy földrajzi hely, nem egy olyan dolog, hogy felülsz egy repülőre, és akkor addig mész, amíg a mennyig el nem érsz. Ez egy szellemi hely, és a menny szellemileg lett elválasztva a földtől. Még nekem is nehéz megértenem, és egyszerűen nem rendelkezem elég képességgel az agyamban, hogy ezt fel tudja fogni, de mindent megtör az elménkben való elképzelésről arról, hogy mi a menny, vagy ki a menny, vagy hol van a menny. Jézus ott áll Jeruzsálemben, és azt mondja Nikodémusnak, hogy ő a mennyben van. Elment, felment már a mennyben, és onnan pedig le is szállt. És aztán a kérdés mégis az, mikor mentél fel te a mennybe? És az egyetlen dolog, amire gondolni tudok, hogy amikor Jézus ott állt Jordán folyójában, és amikor bemerítkezett, a Szent Szellem galambformájában leszállt rá, és pontosan utána történt a szolgálatában és egész életében egy változás, ahol elindultak a csodák megtörténése. És miután a Szent Szellem bevezette őt a pusztába, utána Kánaánba megy, a mennyegzőre, ahol borrá változtatta a vizet, és specifikusan azt mondja az ige, hogy ez volt az első csoda, amit cselekedett. Szóval számomra ez azt jelenti, hogy ez volt az a pont, amikor tól elkezdte meglátni, hogy az ő atya mit cselekszik, és onnantól kezdve csak megtette azt, amit az atyát látott, hogy cselekedett. Szóval annyit tudok csak erről, hogy ez volt a kezdet, hogy pontosan hogyan is történt, ezt nem tudjuk, az ige nem mondja el nekünk, de azt jelenti, hogy ő találkozott a mennyel, hiszen ott volt a mennyen, fölment a mennyben, és aztán visszajött a mennyből, és most pedig a mennyben van. És innentől kezdve szeretném, hogyha megértenénk, Jézus Jeruzsálemben járt, és Galileában, és Szamáriában, és földrajzileg ezeken a területeken járt a földön, de ugyanakkor a mennyben élt, és a mennyben járt. Nem tudom, hogy pontosan, hogy tudjuk ezt megérteni, és hogy tudjuk ezt felfogni, de amit tudok, az az, Jézus elment, hogy egy olyan utat készítsen számunkra, amit mi is követhetünk. És hadd mutassam meg ezt nektek nagyon gyorsan. Remélem, még mindig tudtok engem követni. Tudom, hogy ez már elég mélységes ismeretek, és Istenfélelem van bennem is, hogy hogyan tudjam ezt igazán értelmezni. De azt mondja az ige, hogy amikor Jordánban Jézus bemerítkezett, bemerítő János, vagy keresztelő János merítette őt be, János igazából azt mondta neki, jobb lenne, ha te merítenél be engem. János már felismerte Jézusban, hogy ő hatalmasabb volt, még ő nála is. De Jézus azt mondta, hogy tegyük ezt meg így, mert így kell ennek bekövetkeznie, így kell megtörténnie. Szeretném ha megértenitek, hogy Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy a bűneiből megtérjen, és nem azért kellett bemerítkeznie, hiszen neked és nekem van erre szükségünk. János ezt felismerte, és azt mondta, hogy engem kellene, hogy bemeríts. De Jézus nem önmaga miatt merítkezett be, hanem mi miattunk, azért, hogy mi az ő nyomdokaiba léphessünk, és őt követhessük. Tehát nem maga miatt tette, hanem te miattad. Igazából az 1 Péter 2.21-ben is ez van, hogy nekünk példát hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessük. Így van?
Szóval, ha Jézus egy szellemi mennybe menetelen ment keresztül, pontosan azután, hogy megtörtént a vízbe merítkezése, akkor én hiszem azt, hogy Isten akarata az, hogy mi is a mennybe menjünk ugyanígy. Ha a Szent Szellem eljött rá, és rajta is maradt, én hiszem azt, hogy a Szent Szellem is eljött már ránk, és meg is maradt rajtunk, amen? És hiszem azt, hogy Isten bennünket is ugyanígy el akar ragadni a mennynek a valóságába, hogy felfedezzük és meglássuk. Sokszor úgy gondoltuk, hogy a menny valahol messze van tőlünk, és majd valamikor egyszer, majd csak oda kerülünk. De igazából, amit az ige mondja rólunk, az az, hogy mi a mi testünkben és itt a lelkünkben, itt vagyunk a Földön, de a te szellemedben a mennyben vagy, hiszen ezt mondja az ige. Látod? Három igét is el tudnék nektek mondani. Az egyik az Efézus levélből van, és most hű maradtam magamhoz, és az Efézusi levélből fogok utalni. Megnézem mindjárt, hogy hol van pontosan ez megírva. Az Efézus 2:6-ban található, és azt mondja, együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben bennünket, Krisztus Jézusban. A Kolossé 3-ban is, 1:3, nagyon hasonlatosan mondja az ige. Kolossé 3:1, annak okáját, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van az Isten jobbjának ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Szóval, te Jézus Krisztussal együtt ültettél a mennyben, Krisztussal, Istenben, mennyei helyeken. Szóval számomra ez azt jelenti, hogy a te szellemed tökéletes, és ott van a mennyben. Még akkor is, hogyha testben itt vagy a Földön, más igeverseket is mutathatnék nektek, hogy ezt alátámasszuk, de látod, te ott vagy a mennyben, szellemben, és a te szellemed tökéletes, amivel itt ezen a Földön még küzdünk és harcolunk, ez csak a testünk, és semmi mással nem küzdünk és nem harcolunk, csak a testünkkel. Sőt, már ezzel se kellene igazán harcolnunk, csak át kellene adnunk, hiszen azt mondja az ige, hogy élő áldozatként ajánljátok fel a ti tagjaitokat Istennek az igazságra, ez a Róma 6:13-ból van. Biztosan tudjátok, hogy miről beszélek, tehát a mi tagjainkat szánjuk oda igazságnak fegyvereiről, és ne pedig hamiságnak fegyvereiről, amik halára vezetnek. Szóval sokszor ezért küszködünk, mert nem tudjuk átadni magunkat. Nem arra vagy elhívva, hogy feszítsd meg a saját testedet, és küzdj és harcolj magad ellen. Tehát meg kell, hogy feszítsük magunkat, de nem test szerint, mert hogyha megpróbálod magad megfeszíteni az egyik kezed, de tudod csak a másikat oda szögezni, de az egyik kezed mindig szabadon van. És a mi harcunk nem a testtel szemben van. Szóval, hogyha mi saját cselekedetek által próbálunk megigazolni, az semmi jóra nem vezet. Egyszerűen csak adjuk át magunkat Jézusnak. Szóval, hogy tovább folytassuk ezt a dolgot, Jézus úgy járt a menny valóságában, a mennyei kezdeményezéseket kapta, mivel látta, hogy mit cselekszik az Atya a mennyben, vele együtt járt ott a mennyben, és hallotta, hogy mit cselekszik az Atya a mennyben, és azokat a dolgokat kimondta, és megcselekedte, és így járt ezen a Földön. Amen. Hadd mondjam el nektek, miért hiszem én azt, hogy Isten annyira szeretné ezt visszahozni az életünkben. Én hiszem azt, és az igéből szeretném ezt alátámasztani, de még mielőtt megtenném, szeretném, hogy mindannyian vigyétek az Úr elé ezeket a dolgokat, és kérjétek, hogy Isten erősítse meg számotokra ezeket az igazságokat, és mutassa meg az igéből nektek ezeket az igazságokat. De én úgy gondolom, hogy amikor megteremtette Isten a kezdetben az embert, akkor a szellemi és a földi, tehát a természetes együtt volt, össze volt kapcsolódva,
a jelenések helyett menjünk az a kezdetek könyvéhez, tehát az 1 Mózes 2-höz, amikor Ádámot és Évát a kertbe helyezte. Én úgy gondolom, hogy szellemi lényekkel is kapcsolatba kerültek Ádám és Éva, és ugyanúgy földi lényekkel is, és ezt világosan megláthatjuk az igéből, hiszen az 1 Mózes 2-ből azt mondja a 8-as versben, és ültettett az Úristen egy kertet Édenben, és napkelet felől ültetett, és abba helyeztette az embert, akit formált, és 9-es vers, és nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és elederre jót, az életfáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Szóval, 2 kategóriájú fát vagy fákat láthatunk itt meg. Az egyik típusú facsoport a földi vagy természetes fák voltak, amik a földbe gyökereztek meg, abból kinőve gyümölcsöt teremtek, és aztán volt a másik típusú facsoport, amik pedig mennyeiek voltak, és ha ma járunk például azokon a helyeken, a jó és a rossz tudásnak fája, ugyanúgy az élet fája is, nem található már ott, nem tudunk levenni gyümölcsöket róla is beleharapni, hiszen ezek szellemi fák voltak. Gyakran, hogyha az 1 Mózesben megnézik emberek ezeket a történeteket, úgy gondolják, hogy ez csak allegórikus vagy szimbolikus, de igazából valóságos volt, csupán csak szellemi, mert abban az időben én úgy gondolom, hogy a szellemi együtt volt a földivel, tehát a természetessel. És ezen a ponton egyesítette az Úr a szellemit a földivel, tehát a természetessel. Szóval itt van Ádám és Éva, esznek a szellemi fákról, és esznek a természetes, tehát a fizikai fákról is. Szellemi lényekkel és fizikai vagy természetes lényekkel is kapcsolatban álltak. Ugyanúgy Istennel is jártak a mennyben, beszélgettek vele, és ugyanúgy kommunikáltak a kígyóval, Sátán is, aki szintén szellemi lény volt. Biztosan láttak ott angyalokat, kéribokat és minden más lényeket. Nem tudjuk pontosan, mivel erről nem beszél az ige, de legalább 2 szellemi lényel látjuk, amint kommunikáltak és kapcsolatban álltak, és egymással, tehát fizikai vagy természetes lényekkel is. És ugye azt mondja az 1 Mózes 2:3-ban, hogy amikor megteremtette Ádámot Isten, akkor a földporából teremtette, de belefújt az ő orrába életnek szellemét, tehát szellemi és földi, tehát testi vagy fizikai lénynek is teremtette. És akkor nem volt elválasztva a szellemi a földitől, tehát a természetestől. Az egyik olyan dolog, amit én hiszek, egyrészt nem hiszem azt, hogy Ádám és Éva azáltal tudott életben maradni, hogy táplálkoztak, hanem egyszerűen Isten csak megáldotta őket, hogy élvezzék a gyümölcsöket, de én úgy gondolom, hogy annyira közeli kapcsolatban voltak Istennel, hogy ez az Istenhez való közelség az, ami fenntartotta őket. Ott jártak például Izrael népe a pusztában, és közel voltak a tűzoszlophoz éjszaka, és a felhőhöz nappal, és annyira közel voltak Isten jelenlétéhez, hogy természet fölötti módon gondoskodott róluk Isten. Például az 5 Mózes 8:4-ben látjuk, hogy nem kopott el az ő ruházatuk, stb., mivel hogy Isten jelenlétében voltak állandóan, és abban éltek, abban voltak benne. És én úgy gondolom, hogy Ádámot és Évát is nem az tartotta életben, amit ettek, vagy ahogy táplálkoztak. Nem tudom, hogy történik egész pontosan, de hogyha természetes szinten eszünk, ugye akkor annak van egy végterméke, ami utána elpusztul, de én úgy gondolom, hogy szellemben nem így történik, ott nem fogynak el a dolgok, és nincs szemét, ami utána ott marad, hiszen nincs halál a mennyben. És én úgy gondolom, hogy Ádám és Éva nem mesztelenek voltak, hanem amikor bűnbe estek, akkor észrevették, hogy mesztelenek voltak, de ez vagy azt mondja el számomra, hogy vagy vakok voltak,
voltak szellemben, vagy egyszerűen buták voltak, és nem látták, hogy mesztelenek. Nem, én úgy gondolom, hogy sem nem buták nem voltak, sem nem vakok nem voltak, hanem Isten dicsősége öltöztette föl őket, és mikor bűnbe estek, Isten dicsősége eltűnt róluk, és ekkor fedezték föl, hogy mesztelenek voltak. De igazából ezek csak következtetések, amiket az Egy Mózes könyvéből én kikövetkeztettem, de nem is ez a lényeg, hanem azt láthatjuk, hogy amikor Ádám és Éva bűnbe estek, Pálnak az írásai szerint is, azt mondja az ige, hogy szellemben meghaltak. Isten azt mondta nekik, hogy azon a napon, ahogy eztek a fáról, meghaltok. És látjuk azt, hogy ez csak szellemi halált jelenthetett, mivel hogy fizikálisan tovább éltek még több mint 900 évig. Szóval ez azt is jelenti, hogy azon a napon, amikor meghaltak, szellemben haltak meg, a szellemük halt meg, az a részük, ami a szellemi világgal kapcsolatba léphetett, és maga az egész teremtett világ alá lett ezen a napon vetve a hiába valóságnak, hiszen a teremtés ura, ugye a teremtés koronáivá tette az embert, és azt mondta, hogy uralkodjatok mindenen, és amikor ők bűnbe estek, akkor vele együtt bűnbe esett az egész világ is, hiszen azt mondja a Róma 8:19-22, hogy a 20-as versben, hogy a teremtett világ hiába valóság alá vette, tehát nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. De aztán azt mondja az ige, hogy azzal a reménységgel, tehát hiába van, hiába valóság, ettől még van reménység, és a reménység mindig azt mutatja, hogy változások jönnek. A 20-as vers, tehát Róma 8:20-nál vagyunk, ezt az igét beszéltük. 21-es vers azt mondja, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig, ez idáig. Amen? És mire várnak? Azt mondja korábban a 19-es versben, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Amen. Az ő fiainak, Isten fiainak megjelenését, hogy elhozzák a mennyet erre a földre. Szóval itt még együtt volt a menny a földdel, a természetes világgal, ahol nem voltak szükségek, nem volt könyv, nem volt fájdalom, nem volt halál. Mindent Isten jelenléte biztosított az ember számára, és közeli, intim kapcsolatban voltak Istennel, és ott nem volt bűn, nem volt semmi rossz, de az ige szerint halál következett az emberre és az egész teremtett világra egy ember Ádám bűne miatt, és ketté lett választva, menj a földtől, a szellemi, a természetestől, vagy a földitől, és a világ, tehát ez a föld alá lett vetve a hiába valóságnak, és a bűn következménye lett a halál. A teremtett világ, és mi, bennünket is, ez alá vetett a bűn. Hadd vonjak le egy konklúziót, egy következtetést ebből. Minden szükség, amit te és én megtapasztalunk ezen a földön, minden egyes probléma, amit te itt ezen a földön megtapasztalsz, nem több, mint az, hogy hiányában vagyunk a mennynek. Szeretném, hogy kicsit elgondolkodnál ezen. Minden betegség azt jelenti, hogy hiányában vagyunk a mennynek. Minden fájdalom azt jelenti, hogy hiányában vagyunk a mennynek. Ami viszont ezt jelenti ugyanakkor, az az, hogy amikor a menny visszatér a földre, ezek a fájdalmak el kell, hogy menjenek. Amikor a menny visszatér a földre, ezek a betegségek nem maradhatnak meg a földön. Amikor a menny visszatér a földre, szeretném, ha tudnátok azt, hogy ez a jó híre az evangéliumnak, ez az evangélium jó üzenete. Újjászületni nem csak azt jelenti, hogy újjászületünk, és milyen jó, hanem az, hogy beléphetünk újra a mennybe, és a menny újra a földre jön. Azt mondja az ige, hát itt van a menny, elközel a mennynek királysága, itt van a menny a földön, amen. Figyeljünk ide. Ádámot és Évát szellemnek
és szellemiként és testi, tehát földi lényként teremtette meg Isten, és Jézust ugyanúgy szellemként és földi, tehát természetes lényként együttesen teremtette meg az Úr, hiszen látjuk, hogy Máriát beárnyékolta a Szent Szellem, és ami belőle született, az Isten fia volt, és ahogy megfogant szellemben az Isten fia, a szellemi és a testi újra egyesült, és innentől kezdve képes volt mind a két valóságban, az a földi és a mennyei valóságban is működni, amen? És Jézus felsőbb rendűbb volt, mint Ádám. Értitek ezt? Hú, számomra ez nagyon izgalmas. Ó, figyeljetek ide! Jézus felsőbb rendűbb volt Ádámnál, hiszen Ádámot élő lényé, élő léleké teremtette, viszont Jézus egy életadó szellem lett. Amen? Szóval itt jön Jézus, az Atyából született, nem csak mint élő lény, mint élő lélek, hanem életet adó lény, életet adó lélek. Tehát életet tud adni mindenkinek, akinek csak akar. Szóval eljött a földre, és kihirdette, hogy eljött a földre a menny. Először is ő benne jött el a menny, és aztán azt mondta, életet adok egy olyan speciális embercsoportnak. Hát ki ez az embercsoport, akinek ő életet ad? Egy olyan embercsoportnak, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ez az embercsoport nem az szerint van kiválasztva, hogy milyen háttérből, milyen fai származásból származnak, vagy milyen DNS-ük van, vagy mennyire tanultak, vagy mennyire gazdagok, vagy sem. Nem, hogy néznek ki, és semmilyen emberi számításban nem vehető, hogy hogyan választotta ki, hanem azt mondta, hogy mind az, aki bennem hisz. Tehát egy olyan speciális ember csoporthoz jött, akik hisznek benne, azt mondta, hogy ezeket az embereket fogom élettel megáldani újra, mert aki bennem hisz, ha még halott is, mégis él. És az az élet, amire szükségünk van leginkább, nem csak ez a természetes, földi élet, hiszen az már megvan nekünk, legalábbis jelen pillanatban igen, hanem arra van szükségünk, hogy szellemben újjá szülessünk és éljünk Istennel, és az ő közelségébe kerüljünk, és azt mondja, aki bennem hisz, annak örök élete van. Amen? És ez nem egy olyan élet, hogy azt mondjuk, hogy majd amikor a földi testi életünkben meghalunk, akkor majd oda kerülünk a mennyben. Nem. Újra már ott lehetünk a mennyben. És azt mondja, a mi testünk azt mondja, hogy feltámasztott Jézus a halálból, és ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a mi halandó testünket is, Róma 8:11. Ha annak szelleme lakik bennünk. 2-3 nappal ezelőtt találkoztunk egy hölgyel, akit sátánizmusban növekedett föl, és már születésétől kezdve oda szánták, dedikálták sátánnak, és mindenféle sátáni rituálékban kellett részt venni, és ő átadta a szívét Jézusnak, megtért, és imádkoztunk érte, hogy megtörjük az élete fölött ezeket a dedikációkat, az, hogy átadták őt, szellemi lényegnek felajánlották őt, és szinte vibrált Isten erejében egész este, és másnap felhívott bennünket, és azt mondta, fizikálisan már nem annyira érzem, de szellemileg még mindig ott van valami, és aztán újra imádkoztunk érte, és ahogy ezt tettük, szinte kipatogtak a testéből mindenféle paraziták, tehát fizikálisan is megtisztította Isten a testét. Szóval itt írja az ige, hogy a mi halandó testünket megeleveníti, élővé teszi, amint szellemben járunk és Krisztusban járunk. Amen. És ez valós, ez megtörténik. Hadd olvassak nektek egy olyan igét, ami nagyon egy fantasztikus jó ige. Ismét Efézusi levélből fogunk olvasni. Nekem nagyon tetszik az Efézusi levél, hiszen elmondja nekünk, hogy mit tett értünk Isten, és hogy mennyire jó hozzánk az Úr, és
egy olyan inspiráció, egy olyan felélesztés az Úr jóságának, hogy én nagyon szeretem ezt a könyvet. Tehát az Efézusi levelek első részéből fogunk olvasni, és a 10-es vers, tehát Efézus 1:10, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, és mind amelyek e földön vannak ő benne. Amen. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez mind akkor kezdődött el, amikor Jézus először eljött, és amikor újra el fog jönni, akkor fog ez beteljesülni teljes mértékben. Én hiszek Jézus második visszajövetelében, és kiirdeti az ige is, hogy el fog jönni hamar Jézus, de az első és a második visszajövetele között azt akarja, hogy most ezt megragadjuk, és már ennek a valóságában éljünk. Nem csak itt van a menny, hanem el is fog jönni a menny, de már most a mennynek egy olyan valóságában kell, hogy járjunk, amikor meglátjuk, hogy mit cselekszik ott az Atya, és mi is ezt megcselekedjük, mert mindez, ami Istenből született, az legyőzi a világot. Amen. Szóval a mennynek a kezdeményezései, amik kell, hogy meglássunk, és ebben járjunk. És amit igazán hiszek, amit Isten számukra adott, az az, hogy megtanít bennünket, hogy hogyan tudunk bejönni és belépni a mennynek ebbe az életébe, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg a menny valóságát. Hiszem, hogy Isten terve és célja számunkra, hogy elragadjon bennünket ugyanúgy, mint ahogy Pált is elragadta. Emlékeztek még a 2 Korintus 12:1-ben? Pál beszél arról, hogy elragadta szellemben őt az Úr a harmadik mennyig. És mi adja meg nekünk a jogosságot arra, hogy elragadtassunk szellemben? Sokszor, amikor olvassuk ezeket az igéket, úgy gondoljuk, hogy ó, Pál biztos valami nagyon különleges ember lehetett, hogy elragadta őt mennybe az Úr, és megmutatott neki dolgokat, sőt, még olyan dolgokat is, amiket le sem írhatott, biztos nagyon különleges ember lehetett. És egy olyan elképzelésünk is van, hogy hát ez biztos csak olyan néhány kevés speciális emberrel történhet meg, akiket Isten erre külön kiválasztott. De az én Bibliám azt mondja, hogy Isten mindannyiunkat elhívott arra, hogy ezt keressük, sőt, meghívott bennünket Isten arra, hogy ezt keressük. Megmutathatom nektek, hogy hol van ez? Már olvastuk ezt az igét, térjünk hát akkor vissza ehhez. Kolossé 1:3. Tehát mit mond Jézus, mit mond Isten? Igen, Jézus mondja, mit mond arról, hogy keressetek és találtok, kértek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik nektek. Tehát az, hogy a mennyben menjünk, ez nem csak néhány speciális embernek adatot, hanem mi igenis kérhetjük és megkapjuk, kereshetjük és megtalálhatjuk. Ha te úgy gondolod, hogy át az élet folyása szerint élünk, de igazából démoni szellemek próbálnak kárhoztatni és vádolni, és biztos vagyok benne, amikor ott volt István, és amikor támadták és megkövezték, biztos, hogy a károsztatás szelleme őre is megpróbált rájönni, de ő felfedezte azt, és felismerte azt, hogy nem azért volt méltó, nem azért hívta előtt Jézus, mert hogy ő annyira jó lett volna, hanem amiatt, amit Jézus cselekedett ő érte. És ugyanez igaz számodra is, a te életedre is. Az egész életed, az egész jövőd függettől. Gondolj ebbe bele. Hagyd abba, hogy a múltból próbálsz megélni. Ne az határozza meg, hogy ki vagy, hogy mi voltál a múltban. Nem arra lettél elhívva, hogy a múltból táplálkozzál. Ami Krisztus szeretetétől semmi nem választhat el, mi az a jelenvalók, vagy a jövendők, de ebből kimaradt a múlt. Sem a jelenvalók, sem a jövőbeli dolgok nem választhatnak el bennünket Krisztus szerelmétől. De térjünk most vissza a Kolossé 3:1-hez. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek. Hol? Ahol a Krisztus van Isten jobbjának ülvén. Pontosan elmondja nekünk, hogy hol van. Ez a harmadik menny, ahol Isten trónja van, és Krisztus pedig pont ott ül az Atya jobbján, és azt mondja az ige, hogy az odafelvalókat keressük. A második vers az angol fordítás szerint úgy mondja, hogy a mi elménket szögezzük
az odafelvalókra, nem pedig a földiekre. Szóval ez a te meghívód arra, hogy a mennybe menj. Át lett adva a meghívó neked ebben az igeversben. A görög szerint ez egy parancsolat, ez nem csak egy olyan dolog, hogy kereshetjük, hanem egy parancsolat, megparancsolja neked, keresd az odafelvalókat, szögezd a te elmédet az odafelvalókra, elhívott téged arra, hogy keresd az Istennel való találkozásokat ott a mennyben, amen? Itt megadta neked a meghívót arra, hogy ezt megtehesd. Szóval ez azt jelenti, hogy te magad kezdeményezheted ezeket a találkozásokat Istennel, és miért akarja, hogy oda fölmenj és találkozz ő vele? Azért, hogy kiélesítse a szellemi érzékeidet, és megtanulhasd azt, hogy miközben itt jársz a földön, nem csak a földön jársz, nem csak az utcákon jársz, hanem a mennyben is jársz ugyanakkor, nem csak a földön állsz, hanem a mennyben is állsz, hiszen oda ültettél mennyei helyekre Jézus Krisztussal együtt, hogy megnyugodj és megpihenj azokban a munkákban és cselekedetekben, amiket már ő megcselekedett. Amen. És mindaz, amit azt akarja, hogy te megted, hogy kap meg, ragad meg ezeket a dolgokat, amiket ő kezdeményez és megted. Az egyik nap ott ültem, és kávéztam éppen egy pékségben, és ott volt egy hölgy, aki felszolgált, és Isten szólt hozzám, hogy az édesanyja nagyon beteg, és szüksége van segítségre, és oda mentem hozzá, mikor nem volt ott senki, és megkérdeztem, az édesanyád beteg? Nézz körbe, hát te meg ezt honnan tudod? Hát engem sem ismersz, honnan tudod te ezt? És ránéztem, és azt mondtam, én Isten embere vagyok, és Isten beszél hozzám, és azt mondta nekem, hogy az édesanyád beteg, és imádkoznom kell, érted, és értem. Érted, és ő érte, és kérdeztem, megtehetem, és mondta, hogy igen. És katolikus volt, és de tudod, nem beszélt arról, hogy nekem is megvan a saját vallásom, hiszen nem traktátust mentem osztogatni. Isten pontosan tudja, hogy kell a legkeményebb szíveket is megnyitni. Hogyan? Úgy, hogy a mennyből jönnek kijelentések. Vagy egy másik alkalommal Párizsban, Franciaországban, ott ültem valakinek az otthonában, és tele volt a lakás idegenekkel, és volt ott előttem egy hölgy, soha azelőtt nem láttam, és az úr szólt hozzám, hogy egy olyan betegsége van, ami halálos betegség, nemrég állapították meg, és nagyon meg van rémülve. És ránéztem, és megkérdeztem tőle, hogy egy ilyen betegséged van, ami halálos, és nagyon megrémültél ettől, és nézett rám, hogy honnan tudott ezt. És mondtam, hogy Isten mondta nekem, ott olyanok vagyunk, mint a szél ide fúj és oda fúj, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, és Isten ezt neked adta, és nekem adta. És mondta a hölgy, hogy éppen ma diagnosztizálták, és azt állapították meg, hogy egy lupus nevű betegségben szenved, ami egy autoimmun betegség, és ahogy beszéltünk, megállított a sztori közben, és azt mondta, kérlek, imádkozz, értem, és azt mondtam, persze, imádkozom, érted. És az Úr meggyógyította őt ebből az autoimmun betegségből, és két karácsonyon keresztül is küldött nekünk karácsonyi üdvözlőlapot, és megírta, hogy én teljesen szabad vagyok ebből a betegségből, semmilyen tünet nincs azóta, és mindenkinek elmondom Jézusnak, hogy ő valóságos és gyógyít. Amen, ez a legjobb evangélista, aki megtapasztalja a menny valóságát, és átélés úgy tesz róla bizonyságot. Én úgy gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy mi is megtapasztaljuk a menny valóságát, és hogyha saját életedet átadod, mint élő áldozatot, és azt mondod, Uram, ragadj engem magaddal, csukd be a szemed, és fedezd azt föl, hogy a menny igenis egy valóságos hely. Szóval Isten igét keresd meg, tanulmányozd, és ítéld meg mindazt, amit hallasz, és ne engedd, hogy az ördög megkérdőjelezze a dolgokat. Egy nagyon fontos dolog, hogy kerülj be Isten testébe, tehát vegyél részt egy gyülekezetben való munkában, hogy ha bármilyen dolgokat kapsz, szellemi dolgok jönnek, veszélyes állapotba is kerülhetsz, mert az ellenség jöhet és elkezdhet mondani olyan dolgokat, amik már nem Istentől vannak, és hogyha nem vagy egy olyan testben, a hívőknek a közösségében, ahol tudnak téged figyelmeztetni és ki tudnak igazítani, akkor veszélyes is lehet, hiszen a proféciát meg kell, hogy ítéljék, és hogyha oda megy valaki hozzád, és azt mondja,
mondod, hogy azt mondja neked, hogy én úgy gondolom, ez nem Istentől van, és ez nem volt helyes, ne aggódj efelől, ettől még nem áll meg az élet, te is hibázhatsz, és menj tovább, folytasd tovább, és eljutsz majd oda, hogy egyre világosabban és tisztábban fogsz hallani, és az Úrtól lesznek a dolgok. És ugye, pásztorok és vezetők vannak itt ebben a gyülekezetben, ahol most szolgálunk, és ők nem fognak dárdát dobni rád, hogyha te Isten kenete alatt vagy, mert nem Sauli, hanem Dávidi kenetben és szellemben járnak. És honnan tudom ezt, mivel hogy barlanglakok, vagy barlangban laktok. Vannak itt barlanglakok? Ez csak vicc. Az Abdullám barlangja és ez is az. Hát ilyen vitézeket keres Isten, akik olyan háttérből jönnek, akik tele vannak rossz hírnévvel és tartozásokkal és egyebek. Én is beleillek ebbe, úgy gondolom, hogy jól beilleszkedtem már is. Szóval ezek azok az emberek, akiket Isten elhívott, hatalmas vitézek, hatalmas emberek, akiket Isten az ő királyságába behív, és te is ilyen vagy. Isten szíve ég, hogy még mielőtt a végítélet megtörténik, bármit szeretne Isten megtenni, hogy mindenkit, aki csak lehet, bevonjon az ő királyságába, mert azt akarja, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki üdvössége jusson, és amikor te a menny valóságában jársz, és a menny kezdeményezései által cselekszel, akkor történnek meg a csodák. Nagyon sokat tudnánk még beszélni erről órákon keresztül, de szeretnék lehetőséget adni a feleségemnek is, hogy előre jöhessen, és néhány pillanatban elmondja azt, hogy Isten milyen utakon, milyen módokon tud hozzánk beszélni. Szóval kérlek titeket, álljunk fel mindannyian. Jöjj, Szent Szellem! Kicsit nyújtóz ki, nem csak fizikai értelemben, hanem szellemben is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan üzenet volt, ami kicsit segített nekünk abban, hogy ki táguljon, ki szélesüljön az ismeretünk, és azt mondod, én azt akarom, hogy a menny élete jöjjön az életembe itt a földön, hadd folyjon és hadd áradjon a menny élete az én bensőmben, ez meg fog történni. Jézus nevében, jöjj, Szent Szellem. Igen, Uram, meg akarjuk magunkat nyitni neked, hogy befogadhassuk mindazt, amit nekünk akarsz mondani, és akarjuk, hogy ezt a Szent Szellemed aktiváljon bennünket. Segíts nekünk, Uram, hogy mindez, amit nekünk akarsz adni, azt megkaphassuk, ugyanúgy, mint ahogy a rádió csatornáját behangolják, ugyanúgy hangolj bennünket, a mi csatornánkat, a saját szellemedre, hogy meghalljuk mindazt, amit nekünk akarsz mondani. Amen.